Mindenkit sok szeretettel köszöntök! A mai alkalommal elkezdünk ismerkedni az AutoCAD 2016-os verziójával. Ennek a videósorozatnak a célja, amit ugye a telepítéssel indítottunk el, az, hogy az AutoCAD 2016-os verziójának az érdekességeit, fejlesztéseit nézzük meg, valamint az előző sorozatban elhanyagolt 3D szerkesztéssel megismerkedjünk. Nagyon fontos tehát azt megértenünk, hogy nem célom, nem célja a videónak megismételni ugyanazokat az ismeretanyagokat, anyagokat, amelyeket az autóket 2013-as sorozatban bemutattam, hiszen azok itt is aktuálisak. Viszont vannak új belépők az egy csodálatos világába, és nekik szeretnék egy gyors indító tanfolyamot tartani egy-két videó elejéig, hogy utána már tényleg az újításokkal és a 3D szerkesztése tudjunk fókuszálni, Szállni. Ebben a videóban az autóked alapjaival fogunk megismerkedni. Az autóked egy parancsvezérelt. CAD rendszer. Ez talán a mai egerészős világban egy kicsikét elavultnak tűnik, de higgyük el azt, hogy nem az. A produktivitás növeli az a tény, hogy parancsokkal tudjuk vezérelni az AutoCAD szoftverét. Nos, ennyi bevezető gondolat után kezdjünk is bele a szerkesztésbe. A felülettel viszonylag könnyen meg lehet ismerkedni, hiszen az Office program család már régóta ezt a szallagos felhasználói felülettel alkalmazza, vannak ugye ö, ö, fülek, a füleken belül panelek, a paneleken belül pedig csoportok, és ugye valamilyen logika mentén egy-egy panelba összeillesztik a UI szerkesztők a funkciókat. Mi most a rajzolás fogunk foglalkozni. Látható, hogy a gyakrabban használt utasításokat nagyobb ikonnal teszik ki elénk a fejlesztők, amiket pedig ritkán használunk, azokat kisebb ikonnal. Hiszen bármekkora monitorunk is van, a felhasználói felület mindig, ahogyan a funkciók nőnek, Kevésnek bizonyul az a hely, amelyet ugye a UI elemeknek tudunk tartani. Oké, középen, amit látunk, az a modelltér. Itt tudjuk elhelyezni a modellezett objektumnak a, a részeit, rajzelemeit. Itt fogunk dolgozni. Ahogyan említettem, az AutoCAD egy parancsvezérelt szoftver. Nézzük meg most ezt a működést. Amikor a, mutatóra, amikor a mutatóval, vagyis a szárkeresztel rámegyek a vonal parancsra, és ott egy kicsit hagyom, hogy elidőzön a, a mutató, akkor egy ilyen gazda túltip el is magyarázza, hogy az adott parancs mire szolgál. Vonallal kigondolná, vonalakat tudunk létrehozni. Klikkeljük meg a nyomógombot, és figyeljük meg azt, hogy középen, a képernyők közepén alul a parancsolban kiadása kerül a vonalparancs. Alulvonás line. Majd a parancsolban azt kérjük tőlünk az autóket, hogy adjuk meg az első pontot. Ide be lehetne gépelni a koordinátát, de mi most ezt egérrel fogjuk megadni. Klikkelünk egyet, és már is, ahogyan elmozgatjuk a szálkeresztet, megjelenik az úgynevezett gumivonal. Ugye ez mutatja azt a helyzetet, hogyha rögzítenénk a vonalunknak a másik végpontját, milyen elhelyezkedésű egyenest hoznánk létre. De azt is láthatjuk, hogy a parancsolban újabb üzenet érkezett felénk. Azt mondja a vonalparancs, hogy adja meg a következő pontot, vagy, és itt a kapcsoló zárójelek között alparancsokat lehet elérni, erről majd egy kicsit később beszélek. Ha most ugye a modelltér egy tetszőleges helyén klikkelek még egyszer, akkor létrehoztam az első vonal rajzelememet. A parancs nem fejeződött be, hanem újra elkezdtünk egy vonalat létrehozni, mert ez a leggyakoribb művelet, hiszen az első vonalnak a végpontja, általában a következő vonalnak a kezdőpontja is egyben. Klikkelek még egyet, és látható, hogy egy újabb ö, funkció jelent meg a kapcsolózárójelek között, ez pedig a vissza. Leteszek még pár... Ö, vonalszegmest, és nézzük meg ezeket a funkciókat. Először is a parancsolba be lehet gépelni az adott funkciónak az utasítását. Ez mindig ugye a nagybetűvel szedett karakter, újabb autókedekbe kék színnel is meg van jelölve. Tehát, hogyha vissza szeretnék szedni egy vonalszegmest, akkor beütöm azt, hogy V, és utána Enter. Látható, hogy vissza is töröltünk egy vonalszegmest. Még egyet. Rendben van. Szépen így megyünk. Most visszateszek kettőt, mert az újabb autókedekbe már nyomógomként funkcionálnak ezek a belső opciók, és ha kell egy gyönyörű szépen vissza lehet törölni a vonalszegmenseket. Ez egy nagyon jó újítása volt az autókednek. A bezárás funkciót a B betűvel tudjuk elérni a parancsolba, mert a B karakter van nagyjal szedve, valamint kék színnel megjelölve. Tehát nem a szó kezdő karaktert kell bevinni, hanem azt, ami nagybetűvel van szedve, és esetenként kék színnel megjelenítve. Beírjuk tehát, hogy B, majd Enter. Ilyenkor az utolsó vonal végpontját összeköti az első egyenesnek a kezdőpontjával, és egy zárt poligont tudunk létrehozni. Természetesen parancsot nem csak grafikusan lehet indítani, hanem parancsol segítségével is, mint ahogyan egyébként láttuk is a videó elején, a vonalnak a magyar nyelvű autókedekben a V, O karakterpárral lehetséges elindítani, tehát röviden VO parancsa lehetséges elindítani a vonal rajzoló utasítást. Üssünk egy entert, és már is ugyanott vagyunk, mint előbb, csak mi adtuk ki a parancsot ö, közvetlenül, nem pedig egy grafikus gomb segítségével. A parancsot egyébként a Space és Enter billentyűvel le lehet zárni, és most figyelem, az utoljára kiadott parancsot ugyancsak a Space vagy az Enter segítségével meg lehet ismételni. Ez nagyon-nagyon fontos azok számára, akik valóban produktívan akarják felhasználni az autókedben rejlő lehetőségeket. Tehát spacer lezárom, spacer indítom. Tulajdonképpen le se kell venni a szemünket a rajztérről, csak a kezünkkel ö, utasítjuk a számítógépet, főleg ugye, ha jobbkezesek vagyunk, jobb kézzel az egeret, ballal pedig a billentyűzetet szoktuk kezelni. A space azért célszerűbb használni, mert nagyobb, könnyebb eltalálni, mint mondjuk például az entert. Ha létrehoztunk rajzelemeket, fölvetődhet bennünk az a kérdés, hogy hogyan lehet módosítani, kijelölni és esetleg törölni őket. Nagyon egyszerű a kivitelezése ezeknek a lehetőségeknek, először is vigyük a kívánt rajzenem fölé a szárkeresztet. A szárkereszt közepén van az úgynevezett céldoboz, ha ez elmetszi a kijelölt rajzenemet, akkor újabb autókedeknél ugye föl is villan, kiemeli a modelltérből az elemet, az autóked, tehát tudjuk, hogy min áll a mutatónk. Klikkeljünk rá az egér bal és ilyenkor megjelennek, az úgynevezett fogók. A rajzenem kijelölt állapotában megjelennek rajtuk a fogók. A fogók pici kis mágnesként funkcionálnak, és azt segítik, hogy a rajzenem pontosan az adott pontra álljon rá. Ki kell próbálni, de érezni fogjuk, hogy egy ponton túl a pici kis doboz belehúzza, mint egy mágnes a szárkeresztet a dobozba, és egy olyan visszacsatorást ad a felhasználó számára, hogy igen, biztosan ponton állsz. Ha beleklikkelünk egy ilyen fogódobozba, akkor ugye el tudjuk mozgatni a rajzenemet. Ezek a fogók az adott rajzenem úgynevezett nevezetes vagy geometriailag érdekes pontjainál jelennek meg. Ilyen ugye az egyenesnek a kezdőpontja, végpontja, Ugye ezeket, ha elmozgatom, akkor magát az egyenesnek a alakját tudom megváltoztatni. Viszont itt van a középpont, vagyis hát jobban mondva a felezőpontja az egyenesnek, pontosabban fogalmazva a felezőpont. Ha beleklikkelünk, akkor egy új nevezett eltorás vektor tudunk megadni, tehát a geometriája nem változik, tehát az iránya, esése, esésének a nagysága az egyenesnek, csak el tudom tolni, el tudom helyezni a modelltérbe. Tehát nem mindegy, hogy milyen fogóra klikkelünk. Ha ki van jelölve egy rajzelem, akkor a DER billentyűvel tudjuk kitörölni. És már is ugye szépen ezzel a módszerrel ki tudjuk törölni a rajzenemeket. Ha valamit vissza szeretnénk hozni, akkor fönt, ugye az undo, redo, tehát vissza, és előre funkciók segítségével vissza tudjuk görgetni, hogy mi mindent tettünk, mi a modelltérbe. Van history is, ki lehet választani, hogy meddig menjünk el, akár ki is tudunk törölni sok rajzenemet. Jó. Létrehozom még újra pár és nézzük meg a kijelölésnek a másik fajtáját, azt, amikor egy kijelölő dobozzal tesszük mindezt. Az első, hogy olyan helyen kell állni a szárkeresztel, hogy ne legyen a céldoboz alatt semmilyen egyéb rajzelem. Indítjuk a kijelölő dobozt, balról jobbra húzzuk, ilyenkor kék színű, jó? És látható, hogy csak azok az eleme fognak fölvillanni, amelyek teljes terjedelmükkel a kijelölő dobozon belül vannak. Ha most klikkelünk még egyet, akkor kijelöltük a rajzelemeket. A másik megoldás az, hogy jobbról húzzuk fölfele áttósan, ilyenkor zöld színű, és látható, hogy nem csak azok az elemek, amelyek teljes terjedelmükkel szerepelnek a kijelölő dobozban, lesznek kijelölve, hanem azok is, amelyeket elmet a kijelölő doboz. Klikkeljünk az egér bal gombjával, már is megvan a kijelölés. Deller tudjuk a del billentyűvel kitörölni. Itt bemutatom a hop parancsot, amivel ugye vissza is tudjuk hozni a kitörölt rajzenemeket. Jó, amiről még itt az első videóban szeretnék szót ejteni, az a alapvető egérkezelés, bár ezzel kellett volna kezdeni, de igazándiból, hogy látványos legyen a működése, pár rajzelemnek szerepelnie kell a modelltérbe. Először is a nézetet el tudjuk tolni, ez az úgynevezett pen funkció, az egér középső gombjával, tehát a görgővel tudjuk ezt elérni, nyomjuk függőlegesen le, megjelenik ilyenkor egy kis kéz, és ennek a segítségével el tudjuk tolni a nézetet. Nagyon fontos, hogy ilyenkor nem változik a geometria, tehát a koordinátákat nem változtatjuk meg, csak a nézetet, azt az ablakot, amin keresztül vizsgáljuk a modellteret, azt változtatjuk meg. A pen után a második funkció az a zoom, nagyítás, kicsinyítés. Ahol a mutató áll, körülbelül a körül fog nagyítani, kicsinyíteni az autóket. Ha előrefele görgetjük a görgőt, akkor szépen nagyít, lehet látni, hogy belemegyünk, ha pedig hát a fele akkor pedig kicsinyíteni fog az autóked. Van egy-egy pont, amikor már az zoom faktor elfogy, nem tudjuk úgymond a nézetet sem eltolni, mondhatnánk azt is, hogy beakod az autóked. Ilyen esetekre használatos az úgynevezett regen parancs, amivel a modell tudjuk regenerálni, ezt adjuk ki, és szépen helyreállnak a dolgok. A következő funkció, amit még így kezdőként így célszerű elsajátítanénk, az a zoom terjedelem. Tehát tegyük föl, hogy eltoljuk a nézetet, igazándiból nem is tudjuk, hol vagyunk, és hát nem találjuk meg azt a rajzelemet, amit órákkal ezelőtt létrehoztunk. Ilyenkor a zoom terjedelem parancsot ki kell adni, azaz minden rajzelemet megjelenítünk a, a kijelzőn, tehát egy olyan eltolást egy zoom faktort fog kiszámolni az autóked, hogy a képernyőn minden rajzelem látszódjon. Ez pedig a legegyszerűbben az egérgőg dupla klikkelésével tudjuk elérni. Igaz, kicsit gyakorolni kell, hogy megfelelő ritmusban klikkeljünk, és valóban dupla klik legyen, de ha sikerül, akkor szépen lehet látni a funkciót. Eltolja a nézetet és olyan nagyítási tényezőt választ, hogy minden rajzelem a képen jön, látható legyen. Így a, ebbe a videóban az alapvető navigációval és parancs kiadással foglalkoztunk. A következőkben ugyancsak a rajzelemek létehozásával és a rajzolás segítő funkciókkal fogunk megismerkedni. Ezek a videók főleg azoknak szólnak, akik most ismerkednek az Autocad csodálatos világával. Sziasztok!